Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dari vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Crazy Frognak fogjuk a bázisát, vagyis a házát, tök mindegy, hogy hogy hívjuk, megkeresni ugye a Minecraftban. Hogyha szeretnétek, hogy megtaláljuk, vagy bármi, akkor már most dobhattok egy lájkot, és tartsatok velem ebben a videóban is, hogyha nagyon-nagyon szeretnétek, de hogyha nem akarjátok, hát akkor nem muszáj, de azért tudom, hogy szeretnétek. Én mindent tudok, srácok. Na, gyors, akkor ugye gyűjtünk cuccokat. Valamilyen alap kis felszerelésünk legyen, ugye itt van kajánk. Most tortánk van, ahogy látom, szóval, ja, végül is ez egy fokkal jobb, mint a steak. Már a steak azért már kicsikét már unalmas volt minden videóban steaket enni, meg minden. Ez így már kicsikét jobb. Na de, gyors, akkor gyűjtünk köveket. Milyen gyorsan terjed már a fű, tehát így leástam kettő blokkot, vagy hárat, azt már ott van instant a fű, érdekes, na mindegy. Gyors, akkor gyűjtünk ugye pár követ, és akkor szépen el fogunk indulni, és vas, lol, már egyből így a videó elején vasat találunk. Azért ez is kell tehetség, de úgy tűnik, hogy nekünk ez megvan a tehetségünk, na de úgy tűnik, hogy elég, igen, szerintem ennyi elég lesz most már nekünk. Gyors felépítek, és akkor csináljuk a kőcsákányt, csináljuk a kőkardot, na várjatok, igen, csináljuk a kőkardot, csináljuk a kőbaltát, és csináljunk akkor már egy, mit tudom én, csináljunk egy kőlapátot is, hogyha már van ennyi kövünk, sőt egy kőkapát. A kőkapa az menőbb. Mondjuk az ásnak nagyobb hasznát vettem volna, de mindegy, nem probléma. Nekünk így jobb lesz. Na, a szürke gyapjukat kéne, gondolom, ugye, követni, és hát ez szerintem eléggé alap, hogy mostanában már ilyenek vannak. Na mindegy, egy virágot azért viszünk, hát ha otthon lesz mondjuk Crazy Frognak, nem tudom, valami barátnője, vagy felesége, vagy bármi, aztán ki tudja. Na, felvezetnek a fára a gyapjuk, ez is eléggé érdekes, még mindegy, szeretek amúgy sokkal gyorsabban lehet fán közlekedni, szóval nagyon király. És amúgy én tényleg imádok kb. Fán közlekedni Minecraftban, mert nem volt olyan, hogy így lóval mentem, és ilyen lóval konkrétan a fákon ugráltam, az is tök menő tud lenni. Jó, arra vezet a gyapjú, már azt hittem, hogy eltévedtem. De azért csak nem tévedünk el, srácok, azért egy ilyen gyapjukat azért csak nem lehet olyan könnyen eltéveszteni így a full zöld erdőben. Jaj, kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt érünk oda. Amúgy srácok, hogyha tetszik amit csinálok, akkor nyugodtan feliratkozzatok ugye a nagy csatornámra, és ha még esetleg nem tettétek volna meg. Ja, meg tényleg, ezt elfelejtettem nektek mondani, hogy ugye a sorsolás, amit ugye ígértem, ó, itt van a háza szerintem ez lesz legalábbis. De előtte még elmondom ugye, hogy mondtam nektek, hogy lesz ilyen Minecraft-os termék sorsolás, de nagyon kevesen jelentkeztetek. Szóval ezt majd egy live-ba fogjuk majd megcsinálni, valamikor talán a hétvégén, vagy valamikor egy live-ba fogom majd bepótolni ezt a sorsolásos dolgot, és akkor nem kell majd mindenkinek így külön jelentkezgetni, de ott is ugyanúgy ugye a feliratkozóim közt fogom kisorsolni. Nem tudom, hogy ő... itt nincs itthon. Oké, nincsen itthon, ahogy látom, vagy egyáltalán ott is ott van valami kék valami. Kíváncsi leszek, hogy az mi. Pókháló. Crazy Frognak miért van pókháló az egész izébe? Mi a... Hogy kerültél ide? Lol, te a tetőről jöttél? Te miért voltál a tetőn? Megijedtél, vagy mi? Nem, oké, minden. Igen, oké, jó, rendben. Vizu Crazy Frog, hogy nincs semmit? Azt hittem, hogy azért több cuccod van, mondjuk ő azért Crazy Frognak nem tudom, hogy mennyire mehet így jól az élete, vagy nem tudom. Mindegy, hoztam egy virágot, legalábbis ez csak jól fog itt mutatni, ide rakom így a házad elé. Ez legalább egy kicsikét így felizélődik. Féltem, jó, rendben van, hát megértem, mondjuk nem hiszem, hogy annyira ijesztő lennék, de mondjuk sok gonoszt megöltem már így Minecraftba. De ártatlanokat nem szoktunk bántani, igaz srácok? Én ártatlanokat én soha nem bántok. Én mindig akkor bántok valakit Minecraftból, hogyha van rá rendes okom, hogyha nincs, akkor én tényleg nem szoktam. Mizu is mi szél hozott? Hát annyi szél hozott, hogy körbe akarok nézni így, hogy mégiscsak milyen a te bázisod, de nem tudom, hát nem tudom, kicsit jobbra számítottam, hát sajnálom, hogy mindegy, ezt amúgy... Ezt tudom, hogy gonoszság így mondani, hogy rossz, vagy bármi. Rendben, csak egy baj van. Na, mi a baj? Mi a baj, Crazy Frog? Megpróbálunk neki segíteni. Kettő napja nem ettem. Miért nem ettél? Nincs mit enned, vagy mi? Nincs. Tessék, van itt neked torta. Tessék, rakok te neked egy csomó tortát. Akkor most már lesz mit enned. Mondjuk én amúgy nem is éheztem, amióta elindult a videó, szóval mindegy. Nem tudom, hogy ez elég lesz neki. Nem kell torta, mert véres. Véres? Mi az, hogy véres? Mi az, hogy véres? Nem inkább édeset akartál írni? De ez nem véres. Ez eper rajta. Mi az, hogy véres? Az komoly.
édes is, meg vér van rajta. Ez nem vér, ó Istenem, mi az, hogy véres. Jó, oké, akkor mit szoktál, és befordul a sarokba, mit szoktál lenni, Crazy Frog? Hozok neked. Hozunk neki srácok akkor kaját, vagy nem tudom, hogy egyetlen halat. Értem, és én halat honnan szerezzek neked? Nincsen pecabotod, nincsen nekem semmi izém, meg most kézzel nem hiszem, hogy lehet halat fogni, és ja, mondjuk ott egy tó. Nem hiszem, hogy kézzel lehetne halat fogni, vagy bármi. Ha megkérhetlek, horgászol nekem. Jó, horgászok neked, de honnan szedjek neked horgászbotot? Azt mondd el, tehát nekem nincsen semmi. Gyere. Oké, jövök. Hova menjek? Igen. Jó. Ez mi? Arról jöttem. Ez nem tudom, hogy mi akar. Mi a... Arra? Jó, rendben van, szerintem ő is össze van zavarodva, hogy mit is kéne csinálni, közben ugye a Minecraft hangok amúgy néha nagyon megijesztenek engem. Jó, akkor követem a kék gyapjukat, gondolom, hogy azt akarta nekem mutatni. És arra mi lesz vajon? Arra lesz valami különleges, vagy valami értékes, vagy arra lehet, hogy lesznek halak? Itt már, itt le, oké. Okay. És itt egy, ó, itt egy láda. Crazy Frog, ó, itt a horgászbotod. És te nem tudsz horgászni, vagy mi a baj? Nem, szegény, nem tudja, hogy kell horgászni. Jó, Crazy Frog, fogok neked valamennyi halat, nem tudom, hogy mennyi kell neked. De megpróbálok annyit fogni, amennyit csak lehet. Remélem, hogy legalábbis azért jó kapásaink leszek. Én közben el is kezdem azért, meg néha, hogy visszanézek. Nagyon éhes vagyok, és nincs is türelmem hozzá. Jó, rendben, figyelj, addig legalább tedd már meg azt, hallod? Crazy Frog, várjál. Oké, ott az első hal. Jó, oké, egy hal. Hallod, tedd már meg azt, hogy akkor itt kint fogunk sütögetni. De köszönöm, hogy segítesz, nincs mit. Tedd meg, hogy bányászol izét, követ, és akkor gyors jelenünk itt egy kemencét is. Oké, ügyes vagy. Na és akkor csinálunk itt egy ilyen kis tábortüzes ilyen kalandot Crazy Froggal, akkor most kifogok, nem tudom, valamennyi halat neki. De ne földet, mindegy. 8 követ szedjél össze, ugye? És valamennyi fát, hogy ki tudjuk égetni. Én meg addig kifogok annyi halat, amennyit csak lehet. Nem tudom, hogy mennyit kéne kifogni, de akkor úgy fogok, hogy egy halat akkor nekem, meg egy halat most neki. És, de kell fa is. Jó, várjál, mindjárt adok baltát, csak még megvárom, hogy legyen kapás. Ennyire nem jönnek itt a halak? Nagyon lassan jönnek, úgy tűnik a halak. Várjál, mindjárt oda dobom, Crazy Frog, csak izé. Csak meg kéne ugye várni, ott van, ott van. Jó, oké, megvan, itt van, tessék, várjál, hol vagy? Crazy Frog, nézd, itt a izé balta, meg itt a csákány is. Aló, Crazy, ott van mögötted, na, úgy van. Még fogok még egy kettő halat szerintem, és akkor gyors elkezdjük kisütögetni, és akkor már csak nem lesz annyira éhes, akkor marad neki is még kettő halat tartalékban. Aztán akkor minden jó lesz, remélhetőleg. Közben srácok, akkor ugye szokásos promóciós cuccok. Hogyha tetszik ugye, amit csinálok, akkor ugye iratkozzatok fel a csatornámra. Csekkoljatok ugye a nagy csatornámat, és ahol ugye 2 perc múlva majd kezdődik a következő premier, és hát remélem, hogy azért ott is ott lesztek. És annyit így biztosításképpen, hogy már azért nincs annyira nagyon sok a iskolából hátra. Már kevesebb, mint egy hónap van, és itt van a nyári szünet, szóval hamarosan már jön a pihenés, az ilyen iskolamentes élet. Szia, hello, hogy vagy? Hol tartasz? Gondolom, hogy már azért megvan a kemencével. Jó, mindjárt én is készülök, Crazy Frog, várj egy kicsit. Még egy halat akkor kifogok neked. Kész van, jó, mindjárt kezdjük, addig várjál. Azon gondolom, hogy nem bírom elrakni neked. Kidobom a halakat, nézd. Tessék, ide kidobtam. Ideig van, ott a következő. Jó, ez is megvan, tessék. Várjál, rak be a kemencébe. Jó, amúgy nálam is van izé. Nálam is van fa. Jó, te is rakd be a fát, és akkor süssük ki, és akkor majd szépen tolunk itt egy ilyen kis közös kajálás, és akkor srácok, akkor ti is mit tudom én, most hozzátok oda az ebédeteket a telefonhoz, vagy a géphez, és akkor ti is kajáljátok velünk együtt. Nem tudom, hogy ezt még megvárjam-e, vagy most elköszönjek, de én azt mondom, hogy szerintem szép lassan most már elkezdek elköszönni. Ó, kész van mind a kettő. Az a helyzet, hogy mondjuk én nem nagyon vagyok éhes, szóval Crazy Frog, nem tudom, mindegy. Mondjad, mi a baj, nem ízlik? Vagy ízlik? Vagy gondolom, hogy jól esik neki végre, hogy sok idő után végre kajálhatott, gondolom. Gondolom, hogy ez tetszik neki.
Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon jó tett, igen. Tessék, itt van az enyém, ismerem, hogy én nem nagyon vagyok éhes, és amúgy adok neked némi tortát, lehet, hogy nem szereted, de el is fú, jó van. Akkor nem kapsz tortát, na, de srácok, gyere, köszönjünk el Crazy Frog. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartottok velem ebben a videóban. Ha tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ugye csekkoljatok le mindent, ami ott van a leírásban. Én Dani voltam, és találkozunk legközelebb is, és 2 perc szóval a nagy csatornám premierjén. Szóval, ja, sziasztok!